bikini új bőrtobámban. Nem mutatok ostobán, ha van hozzávaló. Na már megint pár új gönc. Így jó. Jó hát. Húzzunk fel még egy gardrób szobát. Nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mint egy ridikül. Szép délutánt kívánok mindenkinek, jó napot kívánok. Azt szokták mondani, hogy az ember alapvetően társas lény, de nem mindig tud hűséges maradni egy életen át. Vajon a hűség az, vagy a hűtlenség döntés kérdése? Erről is szó lesz, és egyáltalán a hűtlenség hátteréről fogunk ma beszélgetni, mégpedig három férfi vendégünkkel, akik már várnak a nappaliban, mégpedig Pilát Gábor író, előadó, Bedő Imre közgazdász, üzletember, a Férfiak Klubjának alapítója, és dr. Mihalec Gábor párterapeuta. Úgyhogy kíváncsi leszek, mert hogy ne várjátok tőlem, hogy én fogok itt véleményt formálni a hűségről, a hűtlenségről, mert én vagyok a kérdező szerepben, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy a férfiak erről hogyan vélekednek. Felvetődik az elején, hogy definiáljuk. Én nem szeretem ezt a szót, mert azt hiszem, hogy ahányan vagyunk, annyi féleképpen tudjuk megfogni az, hogy mi az, hogy hűtlenség, mi az, hogy hűtlennek lenni. De mégis a ti olvasatotokban kezdjük veled, Gábor. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen definiálni kell. Sőt, más területen is én azt látom, hogy akkor jutunk zsákutcába, amikor magától értetődőnek gondolunk dolgokat. Hogy a másik így tudja, ő biztos így csinálja. És akkor kiderül, hogy nem, és ezek után jönnek a kérdések, hogy hát hol szocializálódtál, hát ezt tudnod kellett volna. Most minden olyan dolgot, amit az ember bizonyossággal úgy akar csinálni, én azt gondolom, hogy ki kell tenni az asztalra, és ott egy közös megegyezésnek kell születnie bármilyen területen, és ez igaz a párkapcsolati minőségre, a megcsalásra, és nagyon sok dologra, ami nekünk személy szerint evidens, de hogy várhatnánk el, hogy a másiknak is evidens legyen, hát hiszen más az új lenyomata, másképp szocializálódott, mások a gondolatai. Tehát ott egyezőséget kell, én azt gondolom. De akkor ezt kicsit úgy is fordítanám, hogy még mielőtt eljutnánk addig, hogy hűtlenség, ha akinél a kapcsolatban eljut, előtte tisztázni kell azt, hogy mit várunk el, hogyan a másiktól. Igen, mert mit nem szeretnénk, tehát alapfeltételeket le kell fektetni. Tehát ennek kapcsolat? Igen, hiszen nem magától értetődő. Dolgoztam én egyszer egy teljesen más területtel, egy fodrászszalonnal, és ott a munkatársak betanítása és posztra képzése volt a cél. És amikor bejött az első hölgyvendég, miután megnyílt ez a csodálatosan szép szalon, és a nagyon csinos, szakképzett hölgy a gravírozott poharat oda tette az egyébként kristálytiszta vizet adó fejmosó alá, és onnan adott vizet. Neki ez volt a magától értetődő. Okay. Tehát ott kellett hozni egy játékszabályt, hogy ezt hogyan kell csinálni. Bocsánat. Szóval én azt gondolom, hogy itt is valami hasonló helyzet. Hogy a Gábortól megkérdezném, hogy akkor, tehát olyan rossz a helyzet, mert én is szoktam mondani, hogy ennyire rossz a helyzet, de nem gondoltam, hogy annyira rossz a helyzet, hogy mondjuk egy házasság elején tisztázni kell, hogy hűnek kell maradni, tehát hogy ez alapvetően van azért egyfajta kulturális gyökér még mindig, de most őszintén kérdezem, hogy lehet, hogy már ennyire rossz a helyzet, hogy ezt külön meg kellene beszélni, mert ha nem, akkor annyira föl van lazulva, hogy már teljesen másképp is értelmezhetik ezt a dolgot? Én azt gondolom, hogy igen, sőt, hát látjuk a nagyvilágban, hogy van akinek egy megcsalás már az is, hogyha a párja ránéz valakire, és nem tudja megbocsátani. Erre hadd csatlakozzak rá, én is egy konkrét történet, ugye párterapeutaként nagyon sok ilyen érintett párral dolgozom, és hát ott ült előttem az az egyébként nagyon szimpatikus, jó kisugárzású pár, és hát akkor elkezdték mondani, hogy mi is a probléma ebben a kapcsolatban, és a feleség mondta, hogy hát te mondjad, miattad vagyunk itt, férfi viszony, de hogy miattam, a barátom miatt vagyunk itt. Mondom, hogy van ez akkor a barátja miatt, aki nincs jelen, vannak itt önök, miköze a barátjának? Hát eljárt a szája. Na jó, de miről járt el a szája? És akkor hosszú történetet rövidre fogva, kiderült, hogy ennek a férfinak van egy több éves viszonya egy kolléga nőjével, és ez a feleség számára most derült ki. És a feleségre nézek, és kérdezem, hogy mit érzett, amikor ezt megtudta? Hát mindig is tudtam, hogy vannak kapcsolatai, és akkor a férfi kihúzta magát, hogy hát akkor most mi a baj? És akkor visszakérdeztem, hogy akkor ezek szerint az a közös megállapodásuk, hogy lehet kapcsolatuk mással is a házastársuk mellett? Férfi azt mondta, nem, neki nem, csak nekem lehet. Aha. Okay, de ez a bocsánat, megállapodásuk volt? Azt hitték, vagy hogy van egy megállapodás, de nem mondták magáról ki soha.
És amikor végül is oda jutottunk el, hogy nincs megállapodás, ő magától értetődőnek vetted ezt a szabadságot a feleségének, nem engedte meg, és amikor a feleség elmondta, hogy de nekem rosszul esett az is, amikor korábban voltak ilyen ügyeid, ez a férfi őszintén meglepődött. Komolyan? Neked ez rosszul esett? Igen, pont ezért gondolom, hogy ez magától értetődővé kell tenni. Igen. Sőt, én még egy korábbi lépésre mennék. Tehát amikor két ember kapcsolatra lép, az se nagy baj, hogy ők pontosan mondjuk abban megegyeznek, vagy ez magától értetődő, hogy milyen formát választunk mi. Mert azt gondolom, hogy nem csak egy elköteleződött, együttélős párkapcsolat lehet működőképes, hanem nagyon sok kapcsolati forma van. És hogy ha nem mind a ketten ugyanazt választják, akkor el fognak csúszni egymás mellett. Mindenben. De még akkor is, hogyha ugyanazt választják, tehát például mind a kettő a távkapcsolatot választja, csak az egyik többet akar kivenni belőle, mint az az adott kapcsolati forma képes adni. Tehát itt valószínű ugyanaz a helyzet, hogy mi az, ami egyáltalán ennek számít. Itt valószínűleg az is problémát okozhat, hogy ha már ilyen világot élünk. Tehát én, megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy nincs ennyire megtörve ez a kulturális minta, hogy az emberek, ha csak együtt járnak is, akkor is egyfajta hűséget várnak, nem egyfajta hűséget várnak, mert a hűség az vagy van, vagy nincs. Ez egy ilyen abszolút magától értetődő valami. És én, ha ennyire súlyos a helyzet, akkor nagyon-nagyon sürgősen ugye arról kéne beszélni, hogy hogyan lehet visszaállítani ezt a kulturális minimumot azért, mert az emberek ennél sokkal egyszerűbb dolgokat sem képesek megbeszélni. Igen, nem, tudom, hogy ezt mondtál, a bonyodalmat megbeszéljék maguktól. Én láttam olyan kapcsolatot, ahol magától értetődő volt, hogy az illető hűséges volt a szeretőihez. De ez a kulturális mondjuk mintájának a szanaszét eséséről szól. Ez arról szól, hogy olyan mértékig rombolódtak le azok a közmegegyezéses kulturális gyökerek, vagy azok a keretek, amik megtartották az emberiséget, ami teljesen szét lett zilálva, és ma már mindenki egyfajta tévejgésben él. És ugye Amerikában a multikulturális közegben, ez egy teljesen más példa, most közgazdászként mondom, hogy ugye annyiféle ember gyűlt össze, annyiféle kultúrából, hogy már a kultúra nem definiálja azt, hogy hogy kell köszönni, a nővel hogyan kell bánni, hanem törvényekkel kell nekik definiálni, mert az egyik kultúrában rá szabad nézni egy nőre, a másik kultúrában nem szabad ránézni, az egyikben ő is kezdeni, a másikban nem kezdeni mészet. És az nem lehet, hogy egy kulturális rendszer olyan mértékig esik szét, hogy végül is vagy mindent az embereknek a saját nézszemközti megbeszélésére hagynak, aki ki milyen szava van, ki milyen családból származik, ki milyen esetlenül valahogy megbeszéljék ezt, sőt, arra is bíztatjuk őket, tehát valószínűleg ez egy teljesen járhatatlan út. Abszolút. Lehet, hogy ez a gyakorlat. A végén már nagyon nehéz kezelni, én ezt azt gondolom. Sőt, egy megcsalás is, én abban biztos vagyok, hogy nem a tettel kezdődik, nem ott ássa meg a kapcsolat sírját az ember a megcsalásnál, hanem mindig korábban igen, kezdődik. Na igen, mert ez is ott, a nagy kérdés, hogy a bűtlenség mennyire egyenlő ezzel, hogy megcsalás. Másikat, amikor nem vesszük észre azt, amiért éppen beleszerettünk, és már semmi visszaigazást nem kap tőlünk. Sőt, nem arról van szó, hogy nem igazoljuk vissza, hanem szinte már észre se vesszük azokat a pozitív dolgokat, mert annyira hétköznapiak lettek. Tehát én azt gondolom, hogy itt indul ez a dolog, és akkor valahol ott manifesztálódik a megcsalásban, amivel kapcsolatban én azt látom, hogy nagyon sokszor a harmadik fél az nem alanya, hanem tárgya a megcsalásnak. Tehát valami hiánypótló. Mert tehát az illető nem a személy, nem hanem azt, amit ad, nagyon sokszor nem a személy sokszor kell, hanem az amit általa megkap, amit igen, otthon már esetleg nem igen, kap meg, vagy sose kapott meg. Az az érzés, és ezt a fajta, és ez a fajta energiát, tehát amikor rés nyílik a pajzson, ott valami energia betüremkedik. Igen, egy más férfi és egy más nő formájában. Vádoljuk ezt a harmadik embert, hogy vajon ő megadta-e, nem adta-e meg, holott az ember maga olyan, hogy az új söprű mindig jobban söpör, az új az mindig érdekesebb. Hát az újdonság varázsa az azért mindig. Lehet, hogy egy ideig, ez egy önkontroll kérdése, és visszatérni, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogyha erről egy picit beszélünk, hogy például az ember annyira olyan, hogy a Biblia is ugye azt írja már, hogy a bűnös gondolat elindulása pillanatában megtörténik a bűn. De ezt nem azért mondja, mert valóban megtörtént egyfajta aktus vagy bármi, hanem azért, mert az ember ilyen gyenge, hogyha elkezdi forgatni a fejébe, akkor onnan egy olyan, mint egy vasút. Nagyon keveset tudnak helikopterrel felszállni, visszaszállni a helyükre, hanem a vasúton. Igen, miközben vezetni azért a nagy többséget azért kénytelenek vagyunk megvédeni, mert a gondolatainkat a mai napig nem tudjuk, hogy honnan jönnek. Tehát aki azt mondja, hogy ő tökéletesen kontrollálja a gondolatait, azért óvatosan, de mondhatjuk azt, hogy
billeg a dolog. Szerintem térjünk vissza. Az, hogy mit csinál ezzel a gondolattal, na az már én azt gondolom, hogy ott kezdődik az igazi felelősség. Én nagyon sokféle párnak néztem már a szemébe. Olyannak is, akik rendszeresen váltogatták, olyanoknak is, akik 40 évig senkivel, csak egymással, és aztán mégis megjelent egy harmadik. De nem láttam különbséget abban, hogy annak a félnek, aki a megcsalt fél volt ennek, fájta vagy sem. Mindenkinek ugyanúgy fájt. És ezért én sokkal inkább hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy ezek nem ilyen egymással egyenrangú és ugyanolyan értékű nézetek, és hát mindegy, miben hiszel, csak működjön neked. Igen, mindenkinek fáj, de mindenkinek másképp. Tehát mindenkinek másképp, mert én szoktam kérni a megcsalt feleket arról, hogy rakja úgy sorrendbe az életében a fájdalmas életeseményeket, és azt, amit most átél, azt hova sorolja ebben a sorrendben. Hát konkrétan ilyeneket hallok például, hogy kaptam már rákdiagnózist, eltemettem az apámat. Most kiderült, hogy a társam valaki mással érzelmi és vagy szexuális viszonyba bonyolódott. Rákosnak lenni nem fájt annyira. Elveszíteni az apámat nem fájt annyira. De ez. Ezt teszik oda? Ilyeneket. Na, pontosan. Jó, de bocsáss meg, Gábor, csak leragadok néhány gondolatotoknál, mert vinnénk több szálon is végig ezt a dolgot. Most hűség, hűtlenség, bármelyikbe is kapaszkodunk. Azért itt önmagunkból kell kiindulni, nem, Imre? Az önmagunkhoz való hűségből kell kiindulnunk ahhoz, hogy utána a társunkhoz tudjuk viszonyítani ezt az egészet, amiről mi beszélgetünk. Ez egy nagyon komoly dolog, ugye, hogy a hűség az valójában egy olyan belső döntés. Tehát amikor nyilván, ha valaki úgy megy bele, hogy már eleve nem is akarja ezt a dolgot, de az egy olyan fajta belső lazasság, ami valószínűleg az összes az életének a többi területeire is kiterjed. De egyébként, ha valaki hűséget esküszik, vagy hűséget ígér, azt elsősorban magának ígéri, és a legnagyobb csalódás az lehet, hogyha ő maga nem tudja ezt betartani. És általában, hogyha valaki félrelép, akkor a másikat kezdi lehúzni, mert ő olyan mélyre esik, hogy a másikat neki le kell tudnia húzni a saját szintjére, és elkezdi a hibáit keresni. Mert először ő billentette ki ezt az egyensúlyt. És na, biztos, hogy millió más dolog is van ennek a pszichológiájában, de az az ember, aki hűtlen lesz, mégis az a kulturális gyökér olyan erős lehet, hogy egészen biztosan, ugye Petőfi Sándor azt mondta, hogy mint aki titkos félre fog a rág, biztosan rágni fogja. És akinek számtalan magyarázata van, amikor leül egy ilyen helyre, és azt mondja, hogy ja persze, de ezért tettem, azért tettem, azt jelenti, hogy ő annyit mantrázott már azóta, hogy hűtlen lett, hogy mi mindenért jár neki, meg érdemli meg, ami ő neki biztosan energiavesztesség. Tehát ez egy nagyon rossz dolog mindenki számára. És gondoljunk bele, hogy mekkora kockázatot jelentett. Azért írtotta a kultúra ezt, mert ameddig kisebb közösségben éltek az emberek, mondjuk egy faluhelyen, akkor egy ilyen dolognak a kiderüléséből szerelmi gyilkosságok lehettek, hogy felindulásból valaki a fejszével oda ment és lerendezte ezt a dolgot. Tehát olyan, az ember az egy ilyenfajta állat. Az, hogy a városban, ha megcsal valaki valakit, akkor szomszéd se fogja tudni, mert senki nem ismer senkit, senkit nem érdekel, annak viszont a pszichés terhei sokkal nagyobbak. Tehát régebben egy csomó keret megtartotta, hogy akkor is csinálták, de sokkal kevesebben, sokkal kevésbé, sokkal kevesebben mindenképpen szám szerint. De ma viszont a sok pszichológiai betegség, a pszichoszomatikus betegségnek a gyökerén ez a fajta, hogy azt hiszi, lazaságban, hogy ő azt hiszi, hogy jobb lesz az élete közben, meg nem lesz jobb. Ez egy olyan szó, amit valahogy úgy kikoptattunk a köznyelvből, ez az etika kérdése. Visszamegyünk mondjuk az én gyerekkoromba, ott volt egy ilyen közmegállapodás az etikáról. Legyen az a kultúra megtartó ereje, vagy legyen az a 10 parancsolat, de volt valami, ami rajtam kívül áll, és ad egy kódexet arról, hogy ez oké, ez nem oké. Ezt félretettük ma, és azt mondjuk, hogy hát majd eldöntöd magadnak, igen, meghatározod magadnak, hogy ez neked oké vagy nem, én itt és van a közben gyökere, én a fájdalom az valós lesz, igen, akkor is, ha ez neked okénak tűnik. Itt van ez a gyökere, bár én azért azt a distinkciót beletenném, hogy más fájdalmat ér az egyik, és más történik a másikkal. Ugye a megcsalt fél, és én azt gondolom, hogy a megcsalást átélni megcsaltként az egyik legnagyobb trauma. Igen. Ugyanis emögött nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami bekapcsolhat. Például nem az, hogy átvertek és megcsaltak, hanem egész egyszerűen az, hogy nem kell lesz. Tehát a nem kell lesz üzenete, ha belegondolunk kisgyereknek is megélni azt, amikor azt mondja a társ, hogy nem kell lesz barátnak. Igen. Amikor a főnök azt mondja, hogy nem kell lesz munkatársnak. Amikor a férj a feleségnek azt mondja, hogy hát más kell.
te nem kell lesz. Ez egy nagyon nagy trauma. Most a megcsaló részéről meg pont, amit az Imre mondott, ez az etikai spirálon való legyaloglás, ez egy ilyen gyorsuló spirál, és én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan tönkre lehet tenni szándékosan is kapcsolatokat, nagyon sokat és nagyon nagyot kell hazudni a másiknak, és mi kezdünk el eltávolodni tőlem? Az ember nem szívesen megy vissza oda, ahova valami ártó tettet elkövetett. Tehát például, amikor elmegy valaki egy wellness hétvégére, vagy konferenciára, mondjuk azt, hogy tényleg ott is van, ha bár mostanában divat az, hogy konferenciát hazudok, és wellness hétvégére megyek, azért ez... De ezek a csapatépítő tréningek, És mondjuk az ott létének a második napján megcsalja a feleségét. Hazamegy, és ez abszolút nem derül ki, nem beszélnek róla. Eltelik egy-két hónap, majd elmennek egy vendégségbe, ahol beszélgetnek erről, arról, amarról, és egyszer csak szóba kerül annak a városnak a neve, mint ahol megtörtént a dolog. És egész biztos, még akkor is, hogyha az arcára nem lesz ráírva, belül lesz egy ilyen gyomorgörcs. Igen, és ennek a még tovább gördül ennek a folyamata, mert hogyha ez többször előfordul, akkor még az is elképzelhető, hogy egyszer csak azt mondja a feleségének a férj, hogy te figyelj, ez olyan unalmas ez a társaság. Nekünk túlhaladtuk őket, túlfejlődtük, menjünk izgalmasabb társaságba, mert kellemetlennek érzi még annak a lehetőségét is, hogy fölmerül, hogy ott valaki esetleg benyom egy gombot. Tehát amikor az ember elkövet egy etikátlanságot, akkor szinte biztos, hogy elkezd eltávolodni a másiktól, és talán nincs olyan ember, aki nem hallott még olyan történetet, amikor a szomszéd kölcsönkére egy nem túl jelentős összeget majd nem tudja megadni határidőre, eltelik egy bizonyos idő, és nem tudta, vagy nem akarta megadni, de elkezdi kerülni az illetőt, akinek akitől kapta, elkezd rossz híreket terjeszteni róla. Miért? Mert azt gondolja, hogy ha a másikat leértékeli, akkor csökken az általa elkövetett etikátlanság mértéke. Tehát nem véletlen az, amikor a filmekben azt látjuk, és nem fantazmagória, hogy hazamegy és nekiesik a másiknak a csaló. Hát persze pont ugyanez a mechanizmus, hogy ha ott valahogy lukat tudok ütni rajta, léket le tudom értékelni, akkor csökken az én elkövetett etikátlanságom mértéke, szóval gondolja ő. Úgymond vannak jelek, de ugye most mivel felvetődik a nézőkbe, hogy itt három férfi beszél erről a témáról, úgyhogy hallgassuk meg, hogy dr. Hevesi Krisztina amit mond a hűtlenségről. A mai világunkban az internetnek köszönhetően nem véletlen olyan új fogalmakkal gazdagodtunk, mint például az online hűtlenség, ami azt jelenti, hogy fizikai érintés sem kell hozzá, és mégis fantáziák cseréje, és minden egyéb erotika már megtörténik képküldés azonos idejű videók révén, illetve akár például a mikromegcsalás, azt, hogy miképp udvarolunk, vagy kommentelünk egy vonzó idegen, vagy pedig esetleg ismerős vagy exünk alá. A nemek mentén leggyakrabban az érzelmi, illetve a fizikai hűtlenséget szokták így külön választani, míg a nők általában elsősorban így az érzelmek által vezérelten, vagy valami hiányt éreznek, nem kapnak elég figyelmet, elég gyengétséget, intimitást, bókokat a kapcsolatban, vagy akár csak azt, hogy igazán nőnek érezzék magukat, míg a férfiaknál pillanatnyi csábításnak engednek. Azt, hogy megbocsátható a hűtlenség, az szintén nagyon az adott párkapcsolattól múlik. Azt, hogy milyen múltja van, esetleg az, hogy mi mindenbe voltak, tartottak ki egymás mellett, különböző betegségek, nehézségek esetén, és hogy milyen értéke van ennek az adott félrelépésnek, hogy tényleg csak egy pillanatnyi hangulat, csak egy elcsábulás, vagy pedig esetleg egy évek óta tartó, folyamatos és eltitkolt kapcsolatról van szó. Nyilván függ attól is, hogy a megcsalt fél azt érzi, hogy ő is tehet róla, amennyiben például az derül ki, hogy a hűtlen fél mondjuk már a kapcsolat elejétől, és igen nagy számú volt a félrelépések aránya, tehát inkább egy kicsit úgymond a személyiségéből fakad a félrelépésnek a folyamatos igénylése, hogy akkor kevésbé megbocsájtható, míg hogyha apróbb és javítható és kiküszöbölhető dologról van szó, akkor inkább túl tud rajta lépni a pár. Itt nagyon fontos egyébként, hogy dacára annak, hogy a megcsalt fél jellemzően mindent tudni akar a harmadikról,
nem jó és nem praktikus, hogyha ezt valóban meg is tudja. Mert minél több, minél inkább összeáll a kép, annál jobban egy eleven fénykép rajzolódik ki a harmadikról, ami elkezd innentől kezdve beköltözni a kapcsolatba, ott kísért, a hálószobában, a mindennapokban jelen van, tehát ilyen szempontból tönkre tudja tenni a kapcsolatot. Nehéz kérdést azt mondani, hogy a nő megbocsát, a férfi meg nem, tehát igazából itt egyének vagyunk és individumok. Tehát annyi mindentől függ, hogy egy nő meg tudja-e bocsátani, például vegyünk csak egy olyan dolgot, hogy mondjuk ő is járt-e tilosba. Mert hogy azt szoktok mondani, hogy igazából nyilván azokban az időkben, amikor a nőket megkövezték a félrelépésért, azért a nők egy kicsit haboztak, vagy legalábbis kevésbé publikálták azt, hogy mi történt, de hogyha belegondolunk, ugye egy ilyen nemi kettősségben, hogy mondjuk a nők monogámok, a férfiak pedig poligámok, akkor egyszerű statisztikai kérdés, hogy kivel poligám az a sok poligám férfi, hogyha a nők nem vihetők csábításba. Biztos, hogy sok minden felvetődött bennetek, ugye érzelmi, fizikai megcsalás, nő hogyan vélekedik erről, férfi hogyan vélekedik erről, úgyhogy vélekedjetek erről, amit hallottunk. Én egy fontos pontra reagálnék, ugye, hogy mennyire más a nézőpont női és férfi aspektusból. Ugye a férfi általában mit kérdez először? És lefeküdtetek? Mire ehelyett a nő azt kérdezi, hogy és szereted? Tehát más az irányultsága ennek. És én azt gondolom, hogy ott van egy döntő pont, hogy hogy lép be valaki a kapcsolatba. Mert hogyha ma definiálni kéne a szerelmet, akkor én ma már azt mondanám erre, hogy az az elme legális tudatmódosítója. Tehát ez azt jelenti, hogy még a jó állapotban lévő embereket is képes megingatni. Hogy a szerelem, vagy ez a fajta érzés, amit annak nevezünk, ez nem úgy kopogtat az ajtón, és akkor bekéreckedik, hanem berúgja az ajtót, bemegy, és annak függvényébe fogja kifejteni a hatását, amilyen állapotban az emberek vannak, amilyen az ő tudatossági állapotuk, csak úgy fogják tudni megélni ezt az érzést. De amikor én láttam például egy olyan legénybúcsút, ahol a vőlegényen egy olyan rácsos póló volt, amire az volt ráírva, hogy a szabadság vége. Na hát itt már és azért ez a szabadság kérdés elvesztése egy kapcsolattal, ez már gyanús. Igen, igaz? És én ott azt mondtam magamnak, hogy ennek végnapjai vannak, és még el se indult a kapcsolat, mert tűrni lehet. Tehát föl lehet vállalni azt, hogy a kapcsolat maradás reményében én önmegtartóztató életet élek, ezt el lehet dönteni, de nem fogja tudni hosszú távon tenni, maximum úgy, mint a Toldiból ismerjük, hogy tűrte Miklós, míg tűrhette, de utána repül a malomkó, és utána kiszabadul az ember, és jönnek a problémák. Mint a Gábor mond, hogy nagyon sokszor hallom ezt, hogy a szerelem jön és berúgja az ajtót. És ez azoknál van így, akik tényleg egy ilyen ösztön állapotban vannak. De most őszintén ez egy kulturális neveltetési kérdés, amire valószínűleg készülni lehet, hogy például nekem apám, nyilván nem ezért van, de apám nekem azt mondta annak idején, mikor csicseteltünk, tehát nem volt ez egy külön képzés, hogy fiam, jegyezzél meg egyet, a nők jönni fognak. Olyan nincs, hogy egy ember életében sosem lesz. Neked kell akkor is ott dönteni. És akkor az ember mindig látszik, hogy ki az, aki jön. Nem igaz, hogy az, mikor, mennyire engeded, és ugye itt, amit a Hevesi Kriszta mondott, nagyon érdekes, ez a mikro, meg ez az online hűtlenség. És az ahhoz tartozik, amit az elején mondtam, hogy a Bibliától fogva hozzák ezt a dolgot, hogy mikor kezd el az agyadban forogni az a dolog. Elkezded forgatni ezt a kérdést, és először is, hogyha például a pornó esetében sok mindenféle más filmsztárt forgatsz, de nem a feleséged felé fókuszálsz, önmagában is már egyfajta eltávolodás van, mert a fókuszod nincs ott, hogy azzal foglalkozzál ebből a szempontból is, akivel kellene, hanem a fókuszod mindig azzal van, hogy mikor lehet valami más. És utána, hogyha ezt ilyen csetekbe, meg nem tudom mibe, és ha a rendszernek egy fizikai tárgya, tehát hogyha megjön a nő valamilyen buliba, és ő tényleg úgy néz rád, tényleg így, tényleg úgy, azért én nyilván nem vagyok én sokkal királyabb, mint más, de azért látom,
hogy mire megy ki a játék. De látod, hogy mire megy ki, de én nekem meggyőződés, hogy legalább a 80%-ának az embereknek megvan a lehetőség erre a fajta. Tehát mindenkinek adódhat egy olyan élethelyzet, amikor kicsúszhat ez a dolog, akkor te kimondod, hogy ez döntés kérdése. Igen, ez egy döntés kérdése. Ez egy döntés kérdés. Ezek lassan szivárognak be. Én láttam már járt nálam nem olyan régen. Egy konkrét példa, a párkapcsolatokkal foglalkozó terapeuta hölgy. Ha valaki, akkor ő látta ezt a legjobban ezt az egész folyamatot, de mégis egyszerűen olyan szinten benyomódott a gombja, és szerelmes lett, miközben a döntése megvolt a férje felé, és a hűsége, hogy nem tudott vele mit kezdeni ő maga. Nem a férje felé kell döntésének lenni, hanem a partner felé. De attól még az érzés az ott volt, amivel valamit kezdeni kellett, mert ott benyomódott az a gomb, hogy azt mondta, hogy nem tudok mit csinálni, szerelmes lettem, elnyomjam, mit csinálják vele? Na ilyenkor mit javasolsz, amikor mennek terápiára? Volt itt szó arról a bejátszásban, hogy ez személyiségből fakadó dolog-e, és hát nyilván a személyiségünkbe beépülhet sok minden, de nem úgy születünk, hogy valaki megszületik és szegény, hát ő olyan személyiséggel született, hogy biztosan meg fogja csalni a társát. Ennek vannak jelei, és ezeket a jeleket viszont produkáljuk. Ezekben benne vagyunk aktívan. Körülbelül 350 olyan párt kísértem végig a gyógyulás folyamatában az elmúlt években, akiknél beköszönt a harmadik, és olyan furcsa érzés volt, hogy az elején úgy új volt minden történet az első néhány tucat párnál, és aztán hogy felismertem mintázatokat. Olyan érzésem volt, hogy ebben az utcában jártunk már. Ja, ez is megvolt. Aztán egy ilyen checklistet készített, ez is megvan, az is, tudom, mi lesz a következő állomás, mielőtt megtörténik. Mert hogy vannak jelek. Mennyire nyitott ki a radarodat például? Mondok egy példát. Vannak azok az emberek, akik mindenkivel, de főleg az ellenkező nemmel, olyan túláradóan kedvesek, olyan tapogatósak, aztán úgy ott felejtik a kezüket a másiknak a kezén, és előbb-utóbb egyszer csak tovább lépnek. Aztán utólag kiderül, ha nagyon őszinték vagyunk, hogy ezek mind ilyen tesztelő érintések volt. Elfogadod? Lehet? Ja, lehet, oké, akkor mehetünk tovább. Vagy például a férfi autója. A történeteknek, amelyekkel én találkoztam, több mint 90%-ában. Fontos, hogy egy nőnek fontos, hogy milyen a férfi autója? A férfi szerepet játszik. Igen, olyannyira fontos, én ezt magamnak így fordítottam le. És a nőnél vagy a férfinál? Nem, a nőnek fontos a férfi autója. A nőnek fontos a férfi autója, de a férfinak is fontos a saját autója, mert az az ő terepe. Ha a nő oda belép, akkor nála van. Éken. És az már egy jelzés, hogy itt történhetnek dolgok. Én ezt így fordítottam magamnak le, hogy a magyar férfi testének legerogénebb zónája az autója. Mert ott történnek a dolgok, és ezekből az apró jelekből nagy valószínűséggel be lehet jósolni. De nézzétek meg, hogy valószínűleg ez egy életformává válik. Tehát valaki elkezdi ezt a játékot, igen, és olyan fajta az életnek a játékává válik, tehát ő így fog élni, hogy a végén már nem tudatosan csinálja ezeket a tapogatózó, és utána újra meg újra belesodródik, sőt azt is állítom én, hogy ugye az első megcsalás az nehéz, akár lelkileg, és utána rosszul érzi magát az ember, de például egyik gyógymódja az lehet azoknál, akik ezt megteszik, hogy utána, ha már sáros vagyok, akkor már, ha már lúd legyen kövér, ugye, és akkor, de viszont addig jár a korsó a kútra, míg eltörik, ugye, tehát ez mind ugyanazok a dolgok, de hogy ha már az elveszítette az ártatlanságát ebben a dologban, akkor már hadd szóljon. És utána meg, ha életformává válik, és elkezdi, hogy mindig működik ez a dolog, akkor már újra meg újra kell az adrenalin, mert igen, az egy nem csak adrenalin. Azért ismer, hogy nehezebben tud kilépni belőle. Ugye, sokszor azt mondjuk, és nem csak a megcsalókra, azt mondjuk emberekre, hogy ennek nincs is lelkiismerete. Hát látszik, hogy ez semmi lelkiismeret furdalása nincs. És ebből a szempontból én nagyon egyetértek a hozzászólásoddal, mert az elsőt, amikor megteszi az ember, akkor ott még jelez valami kis nagyon finom műszer. De amikor többször átmegyek ezen, akkor ez egész egyszerűen kiég ez a lámpa. Attól még ugyanúgy etikátlan a tett, de az illető már nem érzi a lelkiismert furdalást, már átlép ezen. Ugye az etikátlanságnak vannak következményei. Az első a lelkiismert furdalás. Utána jön egy önigazolás, amikor megveregetem a jobb kezemmel a bal vállamat, vagy fordítva, és azt mondom, hogy ezt neked ezért és ezért meg kellett tenned. Utána nyilván ez ki fogom terjeszteni a felelősséget, és utána nagyon eltávolodok attól, aki felé elkövettem az etikátlanságot. Na most igen. Az első lépés után, amikor elkövetjük a tettet, hogyha sokszor elkövetjük, akkor szinte, mintha a következő fázis, ez a lelkiismeret furdalás rész, ez kitörlődne. Kiesik.
és már nincs. Attól még etikátlan a tett, és ott lesz egyfajta megszokás. Ne azért mondjuk azt a nézőknek, hogy nem szabad megcsalni, mert nem szép dolog, meg különben is valakit megsérteni, hanem hogy tényleg ennek az egésznek a lelki vonatkozásaiból, ha merítve, vagy nektek a szakmai praxisotokból merítve el tudjuk mondani azt, hogy általában nem lesz ennek jó vége. Soha. Ez biztos. Soha nem lesz jó vége. Az a kérdés, hogy mekkorát robban a bomba. Itt az, hogy előbb-utóbb robbani fog, de akkor még egy korábbi állapotot hadd mondjak. Én azt gondolom ma bizonyossággal, hogy két ember úgy léphetne be egy kapcsolatba, hogy mind a kettő rendelkezik azzal az állapottal, amit úgy hívunk, hogy befejezett, lezárt, kiértékelt és elengedett múlt. Enélkül is föl lehet, így van, abszolút a szüleit is. Enélkül is föl lehet lépni erre a kapcsolati táblára, csak ott elrejtjük azokat a láthatatlan taposó aknákat, amiről két dolgot nem lehet tudni, mikor robban és mekkorát. Persze tudom, ilyenkor szokták mondani a viccesek, hogy a taposó akna is feldob, csak hát ugye utána az ember próbálja összeszedni. Csak az egyik lábát összeszedni. Szóval amikor ez így lép be valaki egy kapcsolatba, ott már nem lesz olyan nagyon bonyolult lelki teher az első megcsalás. Ott már én nem azt mondom, hogy arra fogja fogni, hogy annyi dolga van a feleségemnek, hogy én könnyítek, hogy tudjon saját magát foglalkozni, ezeket a szexuális terheket leveszem róla, tehát azért egykor a blödséget nem állítanék, de sokkal könnyebben fog belemenni, igen, mikor már az első pillanatban se volt meg az az elköteleződés, se volt meg az a tiszta állapot, hogy ő dönteni tudjon. És például még egy fél gondolat ehhez, ez nagyon érdekes, amikor valaki szerelmes lesz, és azt mondja korrekt módon, idézőjelben korrekt módon otthon, hogy én kilépek ebből a kapcsolatból, mert nem akarok egy ilyen szeretősdi viszonyt, előbb-utóbb úgyis lebukok, elmondom neked, és oda megyek. És ott elkezd egy új életet, és mondjuk a szerető emelkedik föl a párkapcsolati szintre, ennek egyetlen borzasztó nagy problémája van, az az, hogy a lezárás és az elengedés az soha nem egy időpillanatban történik meg. Tehát az előző kapcsolat lezártságát, de el nem engedettségét bele fogja vinni az új kapcsolatba, és én azt gondolom, hogy ott a legjobb csillagállás mellett sem fog tudni kiteljesedni a kapcsolat, mert az ő figyelmének tudatalatt egy része még ott lesz az el nem engedett dolgon. Ebben is igazad van, hogy egyikből így a másikba, de hogyha a harmadik fél jut az eszembe, tehát akihez elmegy, az annak eszébe jut, hogy az én párom, akire én várok, az megcsalta valakit, hogy ezt velem is megteheti, ugyanúgy. Tehát eljöhet az a dolog, hogy ez ugye, vagy nem jutunk el arra a szintre érzésekben. Igen? Ha valaki egy házasságból lép ki, azért, hogy egy másik személlyel összekösse az életét, annak a kapcsolatnak 3% a túlélési esélye. Aha. Pontosan na, ezért. Ugye? És mert hogy ön próbálok most annak a fejével is gondolkodni, a múlt lezárásához. Bár örül ennek. Igen, csak... igen. Tehát ahhoz, hogy egy érett kapcsolatba be tudjak lépni, egyfelől le kell zárnom a múltamat, másfelől meg kell tanulnom működtetni egy kapcsolatot. Jó esetben ezért beszélünk házassági felkészítésről. Hogy tényleg úgy menjek bele, hogy tudom, mit kell hozzátenni ahhoz, hogy ez a kapcsolat működjön, és itt egy picit most hadd osszam meg a felelősséget, mert eddig úgy rámutattunk a hűtlen férre, hogy ő az, akin múlik. Nagyon sokszor átélem egy terápiás folyamatban, és a megbocsátásnak is ez egy nagyon fontos eleme lesz majd, hogy el kell jutni addig a pontig, hogy a megcsalt fél is lássa be, hogy addig a pillanatig, amíg a kapcsolatuk sebezhetővé vált, ez csapatmunka volt. Igen. Együtt alakították ilyenné a kapcsolatukat. Az, hogy a hűtlen fél tényleg kilépett, azért vigye elő a balhét. Ezért ő a felelős. De addig a pontig ez egy megosztott felelősség. És csak hogy egy kicsit lássunk bele a hűtlen félnek az érzelem világába is. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy az egy iszonyatosan nehéz lépés, amíg az elsőt valóban meglépi. Rengeteg fájdalom van benne. Rengeteg fájdalom van abban, amikor valaki például így fogalmazta meg nekem, hogy én komolyan gondoltam ezt a hűség dolgot. Én tényleg csak a társamnak tartottam fenn magam, de mi van akkor, hogyha neki nem kell az, amit én nyújtani akarok? Mi van akkor, amikor újra és újra abba a falba ütközök bele, hogy én meg akarom vele osztani az intimitásomat, neki akarom adni a gyengédségemet, kizárólagos érzelmi viszonyban akarok vele lenni, de neki nem kell. Attól nekem viszont van rá igényem.
és van rá szükségem. Uh-huh. És akkor jönnek ezek a mély vívódások. És akkor kellene elmenni és segítséget kérni egészen bizonyos módon, mert hogyha ugye az emberek nem nagyon szeretnek erről se beszélni, se segítséget kérni, pedig valószínűleg ugye ezeket oldani lehet valahogy így az időben, ahhoz, hogy ez ne következzen be, tehát de időben kellene lépni. A másik az, hogy a tudás, ugye manapság nagyon fontos, hogy tudjanak is dolgokat. És például az a vegyipari őrület, ami elborítja az agyat a szerelem esetében, ugye az egy hormonális ugye működési melléktermék, az tényleg megváltoztatja a tudatot, és valóban egy lila köd leszáll, és nem az az ember van ott nagyon sokszor. De ha tudjuk, hogy ennek a körülbelül másfél-két év, ez nem kevés, de másfél-két év alatt abszolút visszaáll ez a, nem tud tovább működni, mert hozzászokik a szervezetünk akár ehhez a dózishoz, nincs ahonnan többet kapjon. Ennél mindenféle nem lehet termelni. Nem lehet. És nagyon sokszor akkor ébrednek a lila ködből azok a megcsaló felek, hogy úristen, mit tettem, vissza szeretnék menni. Nagyon kevesen próbálkoznak visszamenni, mert akkor már annyi a baráti körben eladták, hogy nincs is más lehetőség, a családjukban eladták, annyira szétbarmolták maguk körül ezt az egész dolgot, hogy nagyon nehéz visszamenniük, pedig olyankor kezdenek el próbálkozni. És vannak közösségek, én tudok ilyenről konkrétan, nyilván ezek alig vannak néhányan, például vallási közösségek, ahol megbeszélték, akik tudják ezt, és ismerek olyan embert, aki ő maga férfiként odament a barátai, és azt mondta, hogy figyeljetek, most szerelmes lettem, mint a nagy ágyú. Azt mondta, hogy tartsatok meg most, ebben a másfél évben, mert ők tudják, hogy az másfél év, és akkor, hogy minden nap valaki hívja, minden nap valaki beszél ebből a közösségből, mert mindenki... mert tudja, hogy ez egy ember feletti erőfeszítés lesz. Olyat is ismerek, aki a feleségéhez bejelentette, hogy figyelj, nem történt semmi, de most kell lesz, most, mert nem tudom, volt 4 gyerekük, és azóta már 6 gyerekük van, de és ezt át tudták így vészelni. Akkor, ha valakik, még egyszer mondom, hogyha előzetesen is tudták, hogy létezik ez a fajta folyamat, ami megőrjíti az embert, de létezik egyfajta védelem is, ami vagy megtartják, vagy nem, de hányan vannak ma ilyenek, akik erre képesek? De azért beszélünk erről, hogy hátha. Alátámaszthatom ezt még két nagyon személyes példával. Egy ismerősöm nagyon hasonló helyzetbe került, és ő ezt úgy oldotta meg, hogy hazament, és elmondta a feleségének, drágám, baj van, szerelmes vagyok, és nem beléd, segíts! Igen. És fantasztikus volt, hogy mekkora érzelmi intelligencia, meg egy csomó minden kell, hogy az ember ezt így vállalja. Ha bár ez a felelősségvállalás, mert én azt gondolom, hogy a felelősség az, hogy bizonyos dolgokat megteszek, vagy nem. Tehát a meetingről való késésnél nem az a felelősség, hogy kifizetem a késéspénzt, hanem az a felelősség, hogy nem kések el. Nem kések tehát el. Azért ez ide is vonatkoztatható kapcsolatokra. De hogyha egy praktikus dologról beszéljünk az elején, a kapcsolat elején, hogy ki kell igenis tenni mindenféle vágyát, gondolatát az embernek, mert az elején, amit nem élnek meg, és nem mondanak el egymásnak, én azt látom, hogy később egyre nehezebben fogják elmondani, lesz belőle egy visszatartás, egy elfojtás, aminek van lehetősége valahol kirobbanni, akár egy mondjuk beesett szerelem formájában. Én ezért azt gondolom, hogy érdemes már az elején mindent kitenni az asztalra, hogy ott kiderüljön az, hogy van-e egyezőség. Az, az elején kiteszed, de ezt mindig kell csinálni, mert ez mindig változik. Há, persze, azt mondták egyszer, tudod, én mint a férfiakkal foglalkozom, mert mondták, egyszer egy férfi megértett egy nőt, de aztán a nő meggondolta magát. Szóval mindannyian így vagyunk, hogy még aztán változik is, és 5 év múlva, 10 év múlva, tehát egy, és ezt ne, de figyelj, ezt javaslatként letenni, valószínűleg a kultúra ugyanezt mondta volna, tehát a mi több ezer éves kultúránk, hogyha az ember képes lenne erre a kifinomult kommunikációra ilyen sikamlós területeken is, ennél sokkal egyszerűbb területeken sem képes, arra sem képes az ember, hogy az örökösödést megbeszéljék otthon, hogy van egy használt lakásom, és fele-felébe örököljék, pedig ugye embertelen feszültséget generálnak a jövő nemzedékben, 200 évre fogják utálni egymást a leszármazottak, nemhogy egy ilyet. Tehát, hogyha képes lenne az ember arra, hogy ezt kommunikációban, ráadásul egyenként, vagy páronkénti kommunikációban meg tudják oldani, vagy minden pár mellé a civilizáció rakna egy párterapeutát, hogy egészen kísérjék őket, akkor ezt találta volna ki, de inkább azt mondta, hogy ha így csinálod, akkor megfogod szív, neki mész a fának, gipszbe leszel nyakig, rákos, tehát mindent kitalálta a Bibliában, ezeket írják, mert nem képes az ember ezt
sajnos üzemeltetni rutinszerűen, tehát majdnem lehetetlen. Most, amit Gábor mondott, hogy le kell fektetni bizonyos szabályoknak, hívjuk mindegy keretrendszert így az elején, lehet, hogy akkor mondjuk kevesebb lenne a féltékenység is, mert hogy Kriszta most biztosan erről fog nekünk beszélni, és utána persze a megbocsátás még mindenképpen szóba kerül. Féltékenység egy olyan érzelem, ami a szerelmet védi. Mondhatni élénk zöld szemekkel éberen figyeli, tehát valójában értékes. Fontos, mert motivál minket, nem véletlenül nevezzük ma úgymond zöld szemű vágynak, tehát hogyha abszolút nincs jelen, az általában a motivációnak nem tesz jót. Tehát igaz, hogy nagyon nem szeretünk féltékenyek lenni. Egy borzasztóan kínzó, gyötrő, stresszes érzelem. Viszont ha teljesen kivesszük a kapcsolatból, akkor sokszor bizony a testiség múlik el. Mert azért tény az, hogy ez azért motiválni is tud minket, nyilván viszont mint mindenben, nálunk embereknél az érték a mérték, a szélsőséges esetek nem jók. Tehát lehet, hogy paradoxul hangzik, de például Sigmund Freud megfogalmazott 1922-ben egy úgynevezett patológiás toleranciát, ami azt jelenti, hogy olyan mértékben mindent elvisel az egyik fél, teljes nyugalommal engedi el a párját, és tudja azt, hogy jelen van egy harmadik a kapcsolatban, még hogyha fizikailag nincs is, de tud, tisztában van a viszonyról. Már ezt azért nem patologizáljuk, nyilván ez egyéni vérmérséklet és a kapcsolat kérdése, hogy mennyire fogadja el, vagy pedig ítéli el ezt a fajta szabadosságot, viszont a másik véglet, az úgynevezett patológiás féltékenység, vitathatatlan pszichiátriai fogalom, olyan szempontból, hogy ebbe már a másiknak a mozgáskorlátozása beletartozhat, hogy valamilyen megcsalásra utaló jelet észrevesz-e. Tehát itt általában a gyanúsítgatás az egyik rész, ami egy ilyen mániákus szintet ölt, másrészt pedig ez a kényszeres ellenőrzés, mind a kettő valahol az agressziónak valamilyen formája, mert hogy korlátozza a másikat a szabadságában és valahol az emberi méltóságában is. Érdekes dolgok ezek, de jussunk el a megbocsátásig, hogy egyáltalán van-e megbocsátás, vagy milyen esetben, mert ugye különbséget kell tennünk, hogy mondjuk egyszeri botlásról beszélünk, hogy bevallja-e, vagy máshogy derül ki, annyiféle módozata van ennek. De én hiszem, hogy meg is tud erősíteni egy-egy kapcsolatot, úgyhogy most veled kezdem, Gábor, hogy igen, ebben biztos, hogy látsz ilyet, ugye, hogy ki ez lehet ebből nagyon, jönni nagyon jól nehéz is. Hogy ki lehet jönni jól belőle, de nagyon félve mondom ezt ki, hogy ki lehet belőle jól jönni, nehogy ezzel bátorítsak valakit igen arra, hogy könnyen vegy ezt. Szóval akkor a megbocsátás. Meg lehet bocsátani. Láttam, átéltem a csodáját ennek, de ez egy kemény, hosszú út. És elindul azzal, hogy a bocsánat kérés hogyan történik bizony meg. Neki ilyen fázisai vannak. Hát sajnálom, hogy kiderült. Ja, de ha nem derül ki, csinálod tovább, igaz? Aztán van egy mélyebb fázis, és ezt így egymás után élik át az emberek. Ne gondoljuk azt, hogy egyszer valamit kimondott, akkor az csak úgy érezheti, és úgy gondolhatja, az egy érési folyamat. Aztán eljut odáig, hogy igen, sajnálom, hogy fájdalmat okoztam. Uh-huh. Jó, de egy picit még mindig ott a kis ördög, hogy jó, hát gondolhattad volna, hogy nekem fájni fog, de ezek szerint neked megérte. Ez bevállalni, hogy nekem fájdalmat okoz. És eljut a legmélyebb szintre, hogy sajnálom, hogy egyáltalán megtörtént. Ugye? Ha lenne a hatalmam arra, hogy visszatekerem az órát arra a pillanatra, amikor még dönthetem, hogy belemegyek vagy nem megyek. Ma, a mai tudásommal nem. Az az ember, aki ma vagyok, nem vállal közösséget már azzal az emberrel, aki akkor voltam. És ha ez kimondódik, ez megkönnyíti a megbocsátás útját. Na de alapból nehezen kér a legtöbb ember bocsánatot, nem csak hogy ilyen típusú hát helyzetben, amiről arról beszélünk, hogy az egyik legmélyebb helyzet, igen, hanem a hétköznapokban de is nehéz kimondani. De egy dologról nem beszélünk, igen, hogy ez nem itt indul. Nem a megbocsátásnál indul. Sőt, én még elnézést, hogy vitatkozom veled, de muszáj vagyok. A bocsánatkérés fázis előtt lennie kell valaminek, hogy az illető rendbe rakja saját maga miatt, nem a kapcsolatban maradás miatt, rendbe rakja a saját etikáját. Uh-huh. Kettő, nem zárjuk. És ennek, ez ott kell kezdődjön. Utána azt lehet sorrendiséget fölállítani. Mert abban biztos vagyok, hogy a megbocsátás, ha nem itt indul, akkor az nem megbocsátás, hanem butaság és öngyilkosság. Mi az nem a két aspektus, mert van a megcsalt és a megcsaló fél. És ezt a megcsaló félnek kell nagyobb arányban vállalni ezt a nagyon nehéz utat, és ezt úgy hívják ugye a klasszikusok nyomán, hogy bűn és bűnhődés. Tehát a bűnhődés nyomán lehet megbocsátani, tehát ő
ő neki mindenféle módon jeleznie kell, hogy ő ezt megbánta, és ez lehet, hogy egy évig kell kepeszteni. Olyan féltékeny dolog a bizalom, hogy, vagy ilyen félős, hogy elriad, és nagyon nehezen jön vissza a másik oldalon. Tehát neki meg kell győzni a másik felet egy bűnhődési folyamaton keresztül, hogy ő tényleg ott van, tényleg akarja, és ezt a munkát nem úszhatja meg. Mert az sem jó, ha ő nem a maga bűnhődik a megbocsátásért, hanem a másik bünteti. Mert a másik, ugye mekkora intelligencia kell a másik részéről is, hogy azt mondja neki, hogy figyelj, megbűnhődtél, lenulláztad, megbocsátok, mert ha nem így érzi, akkor következő körül azt mondja, hogy most én is megérdemlek egy kört, és akkor vége van, újra biztosan indulok, vége van, ugye? Tehát, hogy, és mekkora intelligencia kell. Hogy akkor, csak amikor a bűnhődés oldja fel ezt a dolgot. Hogy megbocsátottunk. Igen. Igen. Ne erőltessük munkra, de a megbocsátás az olyan, hogy tényleg ki van nullázva, de a kinullázást azt a bűnös fél tudja a bűnhődése által pszichológiailag megtenni, mert aztán, hogy meddig tart, nekem volt barátom, aki ilyen szituációba került, és el akarta venni feleségül, aztán ez még házasság előtt volt, ugye, és egy buliba benyitott, és ott rajta kapta. Ő másfél évig feküdt a csaj küszöbén. Képletesen másfél évig kaparta az ajtót minden egyes nap. Ki volt rúgva, és minden egyes nap ott volt, és minden... Na az hasonlít egy bűnhődéshez, de az, hogy figyelj, bocsi, ez... Becsúszott, bárkivel megesik. Az azért... Ehhez képest ugye, tehát azért egy nagy kibillenést helyére kell billenteni, és ő be kell bejárni az utat, ezért nem ajánljuk senkinek végső soron. És a bűnhődés árnyalásához talán még hozzátehetnénk az elszámoltathatóság kifejezését, hogy eddig az volt a jellemző, hogy a telefonom a magántulajdonom, semmi között hozzá, most kiteszem, nem zavar, ha ránézel, sőt, legyél biztonságban. Ez nem is így van, nem minden teljesen nyilvánosítás. És akkor a nyugalmat ad, de olyan nyugalmat ad az, hogy nincs takargatni valom is, ha lenne. El sem tudom képzelni ezt a rengeteg melót, amiben belekerül ez, hogy titkolni, ezért hol kiszól, ki telefonál. Mennyiség van egy ilyen mögött. Azért a titok az egy kulcs szó ebben a dologban. Igen, mert amiről még nem beszéltünk, hogy a megcsalással még egyetlen egy dolog karban, jár, az a hazugság. Tehát ugyanis a megcsalás után az ember bele kényszeríti magát egy hazugság spirálba, és ott már elkezdi elfelejteni tényleg, hogy kinek mit mondott, egyre nagyobb a lebukás veszélye, és óhatatlanul el fog távolodni. Ugyan minél kevesebbet kommunikálunk, annál kevesebb lehetőség van arra, hogy lebukjak. Tehát el fogok távolodni a kommunikációtól, visszahúzódok, de ez meg az egész kapcsolatra ki fogja jönni. Mindenünk viszont, hogy önmagunk előtt lenullázzuk magunkat, tehát a saját magunkhoz nem leszünk hűek, és akkor önmagunktól is el akarunk szeparálódni, mert ugye mennyire nagy, ha meghasonlott ember halott, ugye, és ez már nem én vagyok, mert már mindent leromboltam, amit valaha gondoltam magamról, hogy én vagyok, a sok hazugság, a sok, ugye, tehát nagyon érdekes belső folyamat ez. Visszatérve még hallottam egy nagyon érdekes beszámolót egy férfitől, aki azt mondta, hogy ha mindazt az energiát, amit a viszonyom leplezésére fordítottam, a házasságomba csatornáztam volna, még mindig házas lennék. Igen, erre azt mondtam, így fordítva, hogy ha annyi energiát tennének a párkapcsolatban élők a kapcsolatban, akkor a vállóperes ügyvédjeknek több szabad ideje lenne, de hát van meló. Nem azt csináljuk, hogy 100%-ban odaadjuk a bizalmat, és hogyha nem működik, 100%-ban elveszük, hanem én azt látom nagyon sokszor problémának, hogy 80%-ban odaadjuk, ami még mindig csak 80, és hogyha ott történik valami, visszaveszünk 60-ra, és ott valahol ott középvonalnál mozgunk, ahelyett, hogyha bizalomra érett a másik, akkor teljesen odaadnánk neki, ha meg nem tud vele élni, vagy visszaél vele, akkor meg teljesen elvennénk. Nagyon fontos szabály az én életemben, ezt alkalmazom, hogy én biztosítom az ő bizalmát. Én viselkedek úgy, hogy ő bízon, hogy soha ne törjön meg a bizalom bennem. Úgy nézek, úgy beszélek, úgy kínálom, úgy telefonálok, mindent úgy csinálok. Ha elmész telefonálgatni a sarokba, az már egy probléma. Ugye, úgy csinálok, hogy bízhasson benned. És a másik is úgy kell, hogy ő tartja meg az én bizalmamat. Nem tudom én belőle kiverni, hogy őt, hogy én erőszakolom őt arra, hogy ő a bizalmat megtartsa, magamtól kell adnom ezt neki. Azt és ez egy nagyon fontos dolog. Lehet azért megdolgozni. És mind a kettő a másiknak kell adja azt, hogy ő biztos lehetsz. De az életvitelemmel, nem úgy, hogy suskusolok, de mindig figyelj, minden rendben van. Tehát szó, a szöveg nem elég, hanem a lét. Nekem a házasság azt jelenti, hogy nincs B-verzió. És ez a bizalom, amikor rábízom magam a másikra, és tényleg, hogyha vannak olyan késztetéseim, vágyaim, amelyektől magam is megijedek, akkor is megbeszélem vele,
és be tudjuk ezeket vinni. És attól, hogy kimondom, egy csoda történik. Nagyon érdekes dolog, hogy azok az emberek, akik végül meglépik ezt a lépést, azoknak nem volt valaki mellettük, akivel beszélhettek volna erről. Olyan, mint egy pici kis mag, ott van a fejedben, elkezded öntözni, akkor gyökeret ver, elkezd bokorrá nőni, de ha az ott benn marad, az ott fává válik, és amikor már fa lesz belőle, csak ennyi választja el attól, hogy a gyakorlatba is átvidd és megvalósítsd. De hogyha magként le tudsz ülni a társadal, és tudsz vele beszélgetni, hogy figyelj, van egy ilyen mag bennem, mit szólnál, ha együtt fává nevelnénk, az a közös fánk lesz, és egy újabb ok, ami összekovácsol bennünket szétválaszthatatlanul. Hát üldék még itt veletek egy órát, de letelt a műsoridő, és azért hiszem, hogy mivel mindenkinek ott van a csábítás az életében, ti most a barátaik lehettetek a nézőknek, akik fontos információkat mondtak, úgyhogy ezt a műsort is érdemes lesz visszanézni, mint ahogy majdnem minden ridikült. A játékkérdésünk ma így szól, mi az ellentét a műsorunk témáját adó hűtlenségnek. Játékukac@ridikulmagazin.hu tudják az e-mail címünk, és akkor nyerhetnek egy fél éves Ridikul magazin előfizetést, hogyha megkapjuk a helyes válaszokat pénteken éjfélig. Olvassanak rólunk, tudják, mindig elmondom a ridikul.hu oldalon, és ahogy említettem, ezt a műsort is tényleg érdemes újra nézni a mediaclick.hu oldalon. Viszontlátásra!